Sziasztok! Ez itt az AESK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégi kis hatfős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet érhetsz el, amivel el tudsz helyezkedni, mint programozó. A mai témánk az a duplán láncolt lista és ennek a műveletei. Mint mindig, a témák, különböző témáknak az időbélyegzőit azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára tudsz ugrani. De mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozó gomb mellett a harangikonra kattintani, hogy értesülhess a legújabb részekről és ne maradj le az új magyarázatokról. Először is nézzük meg, hogy hol tartottunk a legutolsó videón. Ugye egy rendezett láncolt listát valósítottunk meg, ami úgy tartja fent az elemeit, amikor beszúrunk egy új elemet, hogy a megfelelő helyre szúrja be. Az előtte lévő videóban pedig egy sima link listet valósítottunk meg, ami egy sima láncolt lista. Itt az utolsó verziója ennek úgy működött, hogy szerettük volna, hogyha gyorsabb beszúrás művelet, az add művelet, és ezért mindig a listának az elejére szúrtuk be az új elemeket. És ezzel kapcsolatban adtam három házi feladatot, ezeket fogjuk most megoldani. Az első az arról szólt, hogy lehetne megoldani, hogy ne kelljen külön esetként kezelni azt, amikor még egy láncszemobjektum sincs. Ugye itt a kódban, hogyha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy az add metódusnál például, itt van egy külön ilyen ifák, hogy megnézzük, hogyha nincsen első elem, tehát a first az még nullra mutat, akkor az új láncszemobjektum, amit létrehozunk, azt a first-öt rá kell állítani erre. Minden más esetben viszont azt kell csinálnunk, hogy elindulunk az elsőtől, vagy hát igazából itt tudjuk, hogy a first az már nem null, ugye az elzágban, és itt már csak az átláncolást kell megoldanunk, tehát hogy az a láncszem, amit beszúrunk, a first-tel rámutatunk erre az első láncszemre, és ami eddig volt az első láncszem, arra pedig rámutatunk ezzel az új link objektummal. Hogy ne kelljen ezt így szétágasztatni, ez volt a kérdés, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, és ez is egy ilyen tipikus csel, vagy egy ilyen algoritmikus részlet, amit érdemes megfontolni más adatszerkezeteknél is akár, és ez egy ilyen visszatérő motívum, és a lényege az pedig az ennek a megoldásnak, hogyha nem szeretnénk ezt külön kezelni, akkor a láncolt listánál igazából készíthetünk ki, most ebben az esetben igazából egy speciális elemet, ami rögtön létezik, tehát amikor létrehozzuk a linklist osztálynak egy példányát, akkor rögtön létezik egy link objektumunk, egy ilyen speciális, ami a legelső elem, ez jelzi nekünk igazából, hogy itt innen kezdődik a lista. Van egy ilyen speciális első elemünk. Hogy viszont tudjuk jelezni azt, hogy ez egy ilyen speciális elem, ahhoz azt kell tennünk, hogy a link osztályt ezt ki tudjuk egészíteni egy olyan private boolean mezővel, hogy ez a láncolatnak a végét jelöli. Tehát én ezt úgy hívnám, hogy bound, hogy ez a határ. És amikor a határ, tehát kettő ilyen lesz igazából később, lesz a láncnak az elejét jelölő láncszem, meg a láncnak a végét jelölő. Tehát két ilyen speciális lesz, és speciális link objektum, és a value ilyenkor nem hordoz értékes információt, jó? Tehát ez a mező ilyenkor nulla lesz, és fontos, hogy ezt ne tekintsük úgy, mint egy korábban listába beszúrt elemet. És épp ezért értéket ilyenkor nem kell megadnunk, csinálunk egy olyan overloadol konstruktort, ahol ezt a boundot várjuk, vagy hát akár azt is mondhatom, hogy generálok egyet Alt-Shift-S-sel. Generate constructor using fields, csak azt mondom, hogy csak a boundot szeretném megadni. Tehát most már úgy is létre tudok hozni link objektumot, hogy csak a boundot adom meg, hogy ez true vagy false. És létre tudom úgy hozni, hogy csak a számot adom meg, és akkor a bound az alapból is false lesz. Mert ugye ez egy példány mező, példány változó, ez kap alapértelmezett értéket, és mivel boolean típusú, ezért a false kapja alapértelmezés szerint. És akkor ehhez is generálok itt egy gettert, Alt-Shift-S, generate getters, és a boundhoz is egy isBound gettert azt generálok, hogy le lehessen kérni tőle, hogy ez most egy határelem, vagy nem egy határelem. Jó, és akkor a láncolt listánál ezt az első házi feladatot úgy tudjuk megoldani, hogy amikor létrehozzuk a
linked list objektumunkat, akkor én azt mondom rögtön, hogy a first az rögtön mutat egy olyan láncszemre, ami true, tehát ami egy ilyen végső elem, egy ilyen utolsó elem. És hogyha így indítom ezt az egészet, akkor az add metódusban ez nem is fordulhat elő. Ugyanis a kezdeti link objektum az mindig létezik, ez nem lehet null, tehát nem kell ezt külön lekezelnünk, nincs külön ilyen esetünk, hanem mindig létrehozhatjuk az új link objektumot. A második, ugye elmentjük itt a 35. sorban egy second nevű helyi változóban az eddigi első elemet, és ez lesz az új első elem. Ez viszont már nem igaz akkor ez a beszúrási logika, mert akkor így ilyen formán ez a speciális első elem, ez már nem maradna az első helyen, szóval ezt át kell gondolni akkor most itt. Létrehozunk egy új link objektumot, az rendben van, illetve előtte megnézzük, hogy benne van-e már a listában ez az elem, és azzal fogunk visszatérni. Létrehozzuk az új link objektumot, és akkor úgy tudjuk most befűzni ide, hogy ugye a first az erre a speciális első elemre mutat, azt ott szeretnénk hagyni annak a helyén, és a first után le kell kérni a következő elemet, tehát first.getNext, ez lesz a second, first.getNext, ez lesz a second, ez a második láncszem, és azt kell tennem utána, hogy az első láncszem az egy speciális, tehát azt nem akarjuk bolygatni, az ott marad majd a listának az elején, viszont annak a következőre mutató linkje, az legyen az, amit most hoztunk létre, ez a new linkre mutat, és a new linknek a nextje, az pedig rámutat a secondre. Tehát, hogyha leszeretném ezt rajzolni, akkor azt történik, hogy van egy ilyen speciális első elem, amit mondjuk boundnak hívok, és eddig mondjuk azok az elemek voltak itt bent, hogy 1, 6. És akkor most beszúrom azt, hogy mondjuk azt, hogy 5 meg 6, és akkor beszúrom a 4-et, akkor azt szeretném, hogy az ide kerüljön. Vagyis a B, bound és az 5-ös közé. Úgyhogy elmentettem a second helyi változóba ezt, amire a first mutatott, ugye ez a first. Elmentettem, hogy annak a next-je mire mutat, azt hívtam úgy, hogy second. Ugye ez a new link objektum, amit létrehoztam, a 4-es, és azt mondtam, hogy a new linknek a következője, tehát hogy amire ő mutat, az az, ami eddig a second volt, tehát erre fog mutatni. Illetve azt mondtam, hogy a firstnek a next-je, az megmutasson a new linkre. Ezt a két utasítást adtam itt ki. Tehát ezzel befűztem a megfelelő helyre ezt a új láncszemet. Na de nézzük meg a többi metódust is, hogy befolyásolja ezeknek a megvalósítását ez a trükk, hogy amikor ezt alkalmazzuk. A contains metódus nézzük meg. Ugye current egyenlő first, hogyha a current az nem null, akkor megnézzük, hogy az érték megegyezik-e. Igen, itt azzal ki kell egészíteni, hogy a current az csak akkor kell vizsgálnunk, hogyha az is bound, az nem bound. Mert a határokat jelölő link az nem fontos számunkra. Abban, hogy milyen value van eltárolva, az nem számít, ez csak egy ilyen jelölő elem, hogy ez van a lista elején, ez az első speciális láncszem, ez nem tárol értéket, ez csak egy ilyen technikai részlet, hogy ne kelljen nekünk ezzel a nullal foglalkoznunk, úgyhogy emiatt ezt figyelnünk kell, hogy a boundot azt ne vegye bele az értékek közé. Igazából azt is mondhatnánk helyette, hogy first.getNext-ről indulunk, és akkor nem kell ez a feltétel. Tehát ez így is jó. Hogy nem a firstről indulunk, mert az úgyis egy speciális elem, ami mindig létezik, hanem annak a nextjéről indulunk. Talán ez egy szebb megoldás. Nézzük meg a delete-et, amikor törölni szeretnénk. Current egyenlő first. Igen, a first az ugye ez a speciális link objektum megint. Szóval itt inkább a nextről indulunk. Previous, az pedig lehet szerintem a first. És akkor addig, amíg a current nem null. Tehát ez lehet, hogy rögtön null. Lehet, hogy csak ez a mesterséges first elemem van, és annak a next-je az lehet, hogy nullra mutat. Úgyhogy ha még nem szúrtunk be egyetlen elemet se, és mégis a delete metódust meghívjuk, akkor a current az null lesz. A previous, az pedig ez a speciális
legelső elem. És megnézzük, hogy a kör, amíg a körrend nem null, de az rögtön null, úgyhogy ilyenkor ki is lépünk rögtön. Tehát, hogyha nincsen elemünk beszúrva még a láncolt listába, akkor a delete az nem fog csinálni semmit. Ha viszont ez nem null, tehát van legalább egy elem, amit beszúrtunk, ha megnézzük, hogy annak az értéke megegyezik-e azzal a számmal, amit törölni szeretnénk, és hogyha itt volt egy ilyen elágazás megint, hogy ha ez a legelső, akkor más csinálunk, mint egyéb esetben, itt ezt nem kell megtennünk. Ugyanis a current az sose fog a first-re mutatni, tehát ilyen esetünk egyszerűen nincs. Hanem ilyenkor azt csináljuk, hogy a previous-t ráállítjuk, a previous-nek a next-jét, a current-nek a next-jére, tehát kifűzzük, kiláncoljuk igazából ezt az egy elemet, amit törölni szeretnénk. A previous-t azt ráállítjuk a current-re, és a current-et az pedig current.getnext-re. Ugye itt attól függ, hogy a delete-et hogy szeretnénk megvalósítani, ez csak az első előfordulását törölje az adott láncszem, az adott számnak, vagy pedig az összeset. Ugye ez az, amit az ordered linked list-ben meg is oldottunk, az itt lévő delete-ben, hogy ha megegyezik a szám, akkor volt ez a léptetés. Ezt már át tudjuk emelni akár ide is, ezt az elzágat. Hogy a previous-nek a léptetése a currentre, az csak akkor történik meg, hogyha nem volt egyezés. Tehát, hogyha ez a szám, amit ki akarunk törölni, mondjuk a 42-es, most nem történt éppen törlés. Ugye ez az, amikor éppen törlés történik, ez maga a törlés, a 46. sorban lévő kód, hogy kiláncoljuk a listából a törlendő linket. Ez pedig az, amikor nem történik törlés, akkor léptetjük a previous-t is a következő állapotra. Jó, tehát a delete-en ennyit kellett változtatnunk. Akkor van a get elements string, amivel ugye stringként vissza tudjuk kapni az egész láncolt listát. Itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy get next, tehát hogy a first get next-ről indulunk. If current nem egyenlő first. Tehát amíg ez nem egyenlő a first, ez sose lesz a first-tel egyenlő. Itt most a first.getnext-et tudjuk megvizsgálni, tehát amíg a speciális link mögötti első konkrét elem, hogyha nem arra mutat, akkor kirakjuk a szóközkötőjel szóközt, ami elválasztja egymástól az elemeket, ez egy ilyen szeparátor karakter, és különben pedig hozzáfűzzük, ugye, vagy minden esetben hozzáfűzzük magát a számot, és léptetjük a következőre. Talán ezek a metódusok voltak, és ezzel lehet, hogy ezt meg is oldottuk. Nézzük meg, ellenőrizzük le, hogy akkor jól működik-e. Tehát most a linked listet példányosítom, hozzáadom ezeket a számokat, és egyenlőre kiíratom. Jó, tehát idáig nézzük meg. Igen, ez most ezt írta ki, hogy 42, ugye fordított sorrend lesz, mint ahogy beszúrom, tehát hátulról kell nézni, 42, 8, 42, 32, 17, 42, 73, 42. A beszúrás az teljesen jól működik. Nézzük meg, mi van, ha kitöröljük a 42-t. Megmaradt a 8, a 32, a 17 és a 73. Ez is jónak tűnik. Kipróbáltuk az add, a getElementString delete metódust. Próbáljuk még ki a contains-t is. Numbers.contains 42. Lekérdezem, hogy a 42-t tartalmazza-e, illetve a, utána az, hogy 73-at. A 42-re azt kéne, hogy mondja, hogy false. 73 az viszont benne van, arra azt kéne, hogy mondja, hogy true, tehát false true. És valóban false true lett a megoldás. A tesztelés alapján akkor ez jól működik. Akkor az első házi feladattal kész is vagyunk. Tehát ez volt az a trükk, amit tudunk alkalmazni, hogy egy ilyen speciális legelső link objektumot létrehozunk, és ez jelöli a listának az elejét, és akkor nem kell ezeket a null vizsgálatokat pluszba végrehajtanunk. Ezzel kész is vagyunk. Nézzük a második házi feladatot. Kétszeresen láncolt lista, vagy duplán láncolt lista. Egy ilyet kell megvalósítanunk. Ennek az a lényege, hogy a láncszemek azok nem csak a következő láncszemre tudnak mutatni, hanem az előzőre is. Mind a két irányba fel van láncolva a láncszemek. Jó, tehát itt viszont egy picit átszervezem akkor a kódot, a package-eket. Létrehozok egy olyan package-et először is, hogy list. Tehát, hogy vannak a listák. És a listákon belül lesz egy olyan package-em, hogy linked list, láncolt lista, illetve lesz a listen belül egy olyan package-em, hogy duplán láncolt lista, tehát double linked list. És
A main az kint, a main az itt lesz a sima. Hát. Egy kicsit sok lett a linked list. Igen, 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 igen. Létrehozok egy olyat is simán, hogy package hu.pont ak akadémia. Igen, igazából ez már létezik is, igen. És akkor a main-t, azt szeretném, hogy a main az ott lenne. Ebben a hu.ak akadémia package-be. Be át is mozgatom. Jó, maga a láncszem, meg a linked list, meg az ordered linked list, azokat berakom a linked listbe. Igen. Illetve itt is egy picit túl sok a linked list ebbe, tehát itt ezt kiszedem. Jó, tehát csak egy ilyen package-be szeretném rakni őket. Ezeket is átmozgatom ide. Jó, és akkor erre nincs szükség. Erre sincs szükség, és akkor most létrehozok még egy olyan package-et, hogy double link list. Jó. És akkor a mainben most van valami probléma. Igen, most már külön package-ben vannak, hogy akkor Ctrl-Shift-O-val be kell importálnom a link listet. És akkor most nem a Java util linked listet, hanem a sajátomat. Igen, mert hogy van a Java-ba is egy beépített linked list. Jó, és így ugyanúgy működik, mint eddig. Szuper. És akkor most a duplán láncolt listát szeretném megvalósítani. Oké. Gyakorlásként ezt most kezdjük újra. Tehát először is létrehozok egy olyan klaszt, hogy doubly linked list. Illetve itt is lesznek láncszem objektumok, amit ugyanúgy linknek fogok hívni. Illetve, mivel igazából ugyanazokat a műveleteket fogják tudni ezek a megvalósítások, ezért csinálok egy interfészt is ezekre. Jó, tehát mik voltak ezek a műveletek, ugye a linked listből ki tudjuk ezt puskázni. A contains, az add, a delete és a get element a string. Jó, tehát ezekből a műveletekből készítek egy interfészt, és ezt berakom mondjuk ide egyel följebb, tehát a list package-be, és az lesz a neve, hogy list ennek az interfésznek. Jó, most véletlenül osztályt hoztam létre, de gyorsan át is írom, hogy ez public interface list, és akkor ide belerakom ezeknek a metódusoknak a... Nem sikerült mindegyiket átmásolni, ezeknek a prototípusát. Ezek absztrakt metódusok lesznek, úgyhogy pontos vesző lesz a végén, nincs megadva a tartalmuk. A publicot az fölösleges megadni, mert interfészben, ha definiálok metódusokat, absztrakt metódusokat, azok mindenképpen absztraktak és publicok alapértelmezés szerint. Tehát azt szeretném, hogy ezt a négy műveletet tudja minden lista. Minden olyan osztály, aki magára vállalja azt, hogy ő egy lista interfészt megvalósít, tehát ő listának nevezni magát, akkor ezt a négy műveletet tudnia kell. Tehát meg kell tudnunk nézni, hogy benne van-e egy adott szám, meg kell tudnunk nézni, vagy hozzá kell tudnunk adni egy új elemet, törölnünk kell tudni egy elemet, és vissza kell tudnunk írni stringként az összes elemet. Sőt, nem is listnek hívom, hanem inkább int listnek hívom, ugyanis ez kifejezetten kis int értékeket kezel. Jó, tehát ez egy int list interfész. Most a refaktorálással neveztem át, úgyhogy egy picit lassabban futott le, de kész is van. És akkor most egy picit bezárok mindent, akkor a linked listet, amit eddig már megvalósítottunk, azt fogom mondani, hogy ez implementálja az int list interfészt. És be is importáltam. Jó, és akkor ez működik. Illetve hozzá tudom venni a source cleanup-pal, ezt korábban beállítottam, ezeket az override annotációkat, és akkor nem kell kézzel kiírnom. Ugye ez csak egy ilyen dupla ellenőrzés lényegében. Ez az annotáció az azt jelenti, hogy mi itt szándékosan a linked list osztályban ez a metódussal az a szándékunk, hogy egy ősosztályban, tehát most ebben az esetben például interfészből, amit megöröklünk, contains metódus, ezt felül akarjuk írni, override-olni akarjuk.
És ezt tudjuk kifejezni ezzel az annotációval, hogy ez a szándékunk, és hogyha esetleg nem sikerülne, mert elírunk benne egy betűt, conains, nem tudom, kihagyjuk belőle a T betűt, vagy valamit véletlenül, akkor ugye, hogyha nem lenne itt az annotáció, akkor alapból nem szólna nekünk a fordító, hisz az egy teljesen jó és egy helyes metódus definíció, hogy conains, a T nélkül is, csak az nem override-olja az ősosztályban levő változatot, hanem egy új metódust hozunk vele létre. És ez jelentős különbség, hogy felülírunk egy meglévő metódust, vagy egy interfészből megörökölt metódust azt megvalósítunk, vagy pedig egy teljesen új metódust hozunk létre. Ez két teljesen különböző művelet. Ezzel tudjuk kifejezni a szándékunkat, és ha ideírjuk ezt az annotációt, és nem sikerül mégse betartanunk az override-olás szabályait, vagyis hogy ugyanaz legyen a metódusoknak a neve, ugyanaz legyen a paraméter listája, ugyanaz legyen a visszatérési értéktípusa, stb., akkor kapunk egy fordítási idejű hibát, vagyis nagyon hamar kiderül, hogy valamit elrontottunk. Meg is mutatom. A T betűt letörlöm, akkor jelzi, hogy the method conains of type linked list must override or implement a subtype method. Tehát figyelmeztet minket hamar, hogy itt valamit akkor elrontottunk. Úgyhogy érdemes ezt az override annotációt mindig kiírnunk, amikor tényleg override-olni akarunk egy metódust. Oké, ugyanezt az ordered linked listbe is megteszem. Azt írom, hogy implements int list. Jó, és akkor egyébként akkor már azt is tudom tenni a main metódusomban, hogy ezt nem linked listnek, hanem úgy hívom, hogy int list. Tehát az interfészszel hivatkozok rá. Ez egy jó programozói gyakorlat, hogy interfészszel hivatkozunk a konkrét osztályok példányaira, hisz ilyenkor magunkat csak az intlist interfészben lévő négy művelethez kötjük hozzá. Itt csak azt várjuk el, hogy legyen meg az a négy metódusa, az add, a contains, a delete, meg a getElements, a string. És a konkrét megvalósítást, az, hogy milyen osztályt használunk éppen, ezt nagyon könnyű innentől kezdve lecserélni. Tehát itt most hirtelen írhatom azt is, hogy ordered linked list, és semmi más nem kell a kódomon változtatni, hisz csak az a négy művelet, arra alapoztam az összes későbbi kódomat itt, amit ez az interfész biztosít arra a négy műveletre. Jó, tehát ez egy szuper dolog, mindig érdemes az interfészt típusként megneveznünk. Na de kanyarodjunk vissza akkor a duplán láncolt listához. A duplán láncolt lista az is implementálja az int list interfészt. Jó, tehát ennek is kell, hogy legyen ez a négy alapművelete, és ezt most le is generáltatom az Eclipse-el. Itt is van. A sok to-do-t azt ki is szedem belőle, jó, hogy ez ne zavarjon minket. És akkor itt van ez a négy művelet, megvan most a váza ennek az egésznek, hogy kell, hogy kinézzen. És akkor innentől kell megvalósítanunk, illetve ugye van ez a link objektumunk itt mellette. Érdemes talán ezzel kezdenünk. A link objektum nagyon hasonlóan fog kinézni, mint az egyszeresen láncolt listánál. Ugye először is lesz egy ilyen value, private int value, ez a haszna az egésznek, hogy tárolja ezt a számot. És ezen túl lesz egy olyan, ami ugye next, ami mutat a következő elemre, meg lesz egy olyan is, ami az előzőre mutat. Next és previousnek hívom, és ezek link típusúak, tehát ezek ugyanilyen típusú objektumra mutatnak rá a memóriában. Oké. Okay. Illetve az, hogy most ez egy ilyen határelem, én rögtön ezt is beleépítem ebbe. Ezt lehet vagy egy boolean elemmel jelezni, vagy... Hát igen, jelezzük ezt egy ilyen, ugyanúgy private boolean, és akkor itt is úgy hívom, hogy bound, jó? Boolean bound. Jó, és akkor nézzük meg, hogy milyen konstruktort szeretnénk. Hát mindenképp szeretném ezt az értéket megadni, tehát kell olyan konstruktor, amikor a value-val hozzuk létre, illetve a bound miatt, itt is csinálok egy olyat, amikor csak a boundot adjuk meg. Tehát, hogy ez egy legelső link objektum, vagy a legutolsó link objektum a láncolt listámban. És hogyha létre is hoztam így, utána ugye láncolgatni kell, be kell majd állítani az előző meg a következő láncszemet. Szóval ehhez kell getter és setter. A previous-hez és a next-hez ahhoz kell getter és setter is. Ezeket legenerálom. A boundot azt nem akarom állítani, azt csak le akarom tudni kérdezni, tehát ahhoz csak egy gettert fogok generálni. És az értéket azt pedig csak le akarom tudni kérdezni, azt nem akarom állítani. Úgyhogy ahhoz is legenerálok ide egy gettert.
És hogyha egyébként ez a szándékom, hogy a value-t nem is akarom állítani, akkor azt akár final-nek is definiálhatom. És akkor itt a boundos esetben azt mondom, hogy this.value egyenlő nulla. Tehát akkor nullára állítom, hogyha ez egy ilyen sarok elem. Jó, tehát maga a link objektum az így néz ki. És akkor most visszakanyarodhatunk ide a duplán láncolt listához, és akkor kezdjük talán az add metódussal. Sőt, kezdjük inkább a duplán láncolt listának a mezőivel. Ugye az egyszeresen láncolt listának az első elemre mutató, első láncszem objektumra mutató referenciája volt. Itt annyiban lesz ez más, hogy itt lesz egy első, meg lesz egy utolsó elemünk. Jó, tehát először is azt mondom, hogy private link first, meg lesz egy olyan, hogy last. És ezeket igazából rögtön létre is tudom hozni. Sőt, ugye ezek egymásra kell, hogy mutassanak. Ugye a first az, sőt, írok egy konstruktort erre, jó? Tehát egy konstruktor, double linked list, és nem kell neki megadni semmit, tehát ha üresen létrehozok egy duplán láncolt listát, akkor mondhatom azt, hogy first egyenlő new link, és ez egy ilyen true, sőt, ezt a részét egyébként igazából ki is emelhetem még ide, tehát ez igazából még lehet itt fönt, ezek a true-t adom át ezeknek a link objektumoknak, tehát ezek ilyen sarok elemek lesznek, és akkor ezeket úgy kell összeláncolnunk, hogy a first.setNext az a last-ra mutat, az első speciális láncszem utáni elem az az utolsó, és a last-nak a setPrevious-je az pedig a first. Jó, tehát két ilyen speciális láncszemem van, az első meg az utolsó. Az elsőnek a következője az mutat az utolsóra, az utolsónak az előzője az pedig mutat az elsőre. Mivel az elsőnek az előzőjét nem állítom be, ezért az nullra mutat, és mivel az utolsónak a következőjét nem állítom be, ezért az is nullra mutat. Jó, tehát ezzel helyesen inicializáltam igazából egy duplán láncolt listát, két ilyen speciális végelemmel. Ez a kiindulási pontunk. És akkor az add metódust ennek függvényében kell megvalósítanunk. Tehát ha hozzá akarok adni egy új elemet a number-rel, akkor először is létre kell hoznunk az új link objektumot, az biztos. Ami ezt a number-t becsomagolja. És hogyha ezt megcsináltuk, akkor most jön a láncolás. Ugye a listának az elejére szeretnénk beláncolni ezt az egészet. Megpróbálom ezt is lerajzolni. Tehát van ez a helyzet most, hogy van a first, meg van a last elemünk. És azt szeretnénk, hogy mondjuk beszúrjuk azt, hogy 5, akkor ez lesz a következő szituáció. Jó, hogy tudjuk ezt megoldani? Hát, mivel mindig a lista elejére fogjuk beszúrni, ezért mindig a... Tehát nézzünk egy hosszabb esetet, jó? Nézzük azt, hogy alapból is vannak már bent számok, jó? Benne van az, hogy 5, 8... 4. Jó, ezek az elemek vannak már benne, alapból is. És most beszúrjuk a 10-est. Akkor az ide fog kerülni. Tehát mit kell csinálnunk? Létrehozzuk a 10-es láncszemet, az rendben van. A 10-es láncszemnek az előzője, tehát a previous-t, ezt beállítjuk a first-re, ez mutat az első elemre. Illetve ennek a következőjét, a next-jét, azt pedig ráállítjuk arra, amire most mutat az első láncszem. Ugye, mert a first, ez a speciális első láncszem, ez mutat az ötösre. Jó, ez a first.getNext, ez igazából az ötös. És ugye a tízesnek a next-je az ötösre kell, hogy mutasson, a previous, az pedig a first-re. Tehát így ezt beállítottuk. Most már ez a láncszem ennek az előzőre elemre mutató, meg a következő elemre mutató referenciára, az most már helyes. Akkor azt kéne beállítanunk, hogy az ötösnek az előzője, az most már ne a first-re mutasson, mint itt, mert itt ugye az volt az előtte lévő láncszem, hanem az ötösnél az előző most már a tízes lesz. Szóval az ötösnek az előzője, az az új link, illetve még annyit kell átállítanunk, hogy a first, az pedig az új linkre mutasson. First.setNext new link. Jó, tehát itt most 4. Ugye a simán egyszeresen láncolt listánál 2 hivatkozást kellett átállítanunk, itt viszont már 4-et kell átállítani, mert ugye több láncolat van.
Jó, de ezzel a négy művelettel igazából beszúrtunk egy új elemet. És ugye ez a metódus, azt szeretnénk, hogy visszatérjen azzal az értékkel, hogy tartalmazta-e már ezt az elemet a lista. Tehát itt az egész előtt, mielőtt beszúrunk bármit is, van egy contains vizsgálat. Is already in list egyenlő contains number. Jó, azt majd itt mindjárt megírjuk, ez lesz a következő. És akkor ezzel térünk vissza. Akkor kell visszatérnünk false-szal, ha már benne van. Tehát ennek az ellentétjét kell venni, ugye, hogy is already in list. Hogyha, tehát a contains megadja, hogy benne van-e már. És az add-nek meg akkor kell true-t visszaadnia, hogyha most szórjuk be először, de ha már benne van, akkor viszont false-t. Igen, tehát ezt negálni kell. Jó. Oké, akkor ez nem is kell már. És akkor nézzük a contains metódust, az hogy lehet megvalósítani. Ugye végig kell mennünk az elemeken, és meg kell nézni, hogy numbert tárol-e bármelyik láncszem. Tehát felveszek egy current változót, azt mondom, hogy az a first.getNextre mutat. Onnan indulunk, és addig megyünk, amíg vagy elérjük ezt a speciális utolsó elemet, tehát a current az bound, amíg az nem bound, addig megyünk. Nem bound, és a current bent tárolt érték az nem egyezik meg a number-rel. Mert ha megegyezik, akkor megtaláltuk. És akkor itt a végén, és akkor itt persze csak léptetni kell, current egyenlő current.getNext. Tehát mindig a lista elejétől indulunk, és onnan haladunk előre egyesével. És akkor itt a végén, hogyha kiléptünk ebből a ciklusból, ugye kétféleképpen léphetünk ki, vagy elértük a lista végét, és akkor az és feltételnek a baloldali operandusa lesz igaz. Ugye, mert az isBound az true az utolsó elemnél, tehát hogyha az true lesz, akkor annak az ellentétje az false, és akkor az az egész és feltételt, az egész és kifejezést, azt false-szá teszi, és ezért kilépünk a ciklusból. A másik lehetőség, hogy kilépjünk, az az, hogy megtaláltuk a számot, tehát a current get value-ja az megegyezik a number-rel. Amíg nem egyezik meg, addig megyünk. Tehát itt lényegében az a feltétel, hogy nem vagyunk a lista végén, és nem találtuk meg az elemet, addig lépünk a következő elemre. És akkor itt a végén meg kéne vizsgálni, hogy lényegében ugyanezt, hogy megtaláltuk-e. Vagy lehet, hogy egyszerűbb ezt úgy megfogalmazni, hogy addig, amíg nem értük el a lista végét, megnézzük, hogy a current láncszemben lévő érték az megegyezik a number-rel, és ha igen, azt mondjuk, hogy return true. Különben pedig lépünk a következő elemre. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazás, és így nem kell duplikálni ezeket a feltételeket. Jó, tehát ettől a first az egy ilyen speciális elkezdő láncszem, és az utániról indulunk. Előtesztelős ciklussal megnézzük, hogy ez a határe. Ugye, hogyha most ez egy újonnan létrehozott duplán láncolt lista, akkor alapból csak ez a first meg last elemek léteznek, úgyhogy a first get next-je az rögtön a last-ot fogja tartalmazni, tehát ez az előtesztelős ciklus rögtön ki fog lépni és false-szal visszatér. Hogyha létrehozunk egy duplán láncolt listát és megnézzük, hogy benne van-e valamilyen elem, akkor rögtön false-t ad vissza, mert nincs benne. De hogyha legalább egy elem van, akkor ez a ciklus lefut egyszer, és megnézzük, hogy az az elem, az egyezik-e azzal, amit keresünk, és ha igen, akkor true-val térünk vissza, és lépünk a következőre, és ezt addig ismételjük, amíg el nem érjük a láncszem, utolsó láncszemet, és ha addig se találtuk meg, akkor false-szal térünk vissza. Jó, tehát a contains metódus az így néz ki ennek a megvalósítása. Jó, akkor nézzük meg a következőt, a delete-et, hogy lehet törölni. Itt is igazából meg kell keresnünk a törlendő elemet, tehát itt is felveszek egy currentet, és az first.getNext-ről indul. És addig, amíg nem érjük el a végét a listának, tehát amíg current is bound, amíg ez nem bound,
addig lesz benne olyan is, hogy lépünk a következőre. Tehát current egyenlő current pont get next, az biztos. Ilyen léptetés lesz, de előtte lesz egy vizsgálat is, hogy megtaláltuk-e a törlendő elemet. Így. Tehát az a szám, amit ki akarunk törölni, 42, a current, tehát az aktuális láncszemben lévő érték, az megegyezik ezzel. Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk azt az elemet, amit ki kell törölnünk. Hogyha ezt megtaláltuk, akkor kitöröljük. Hogy kell kitörölni? Na nézzük. Nézzük meg, hogy néz ki a remove művelet, tehát a delete művelet. Itt is akkor van egy ilyen speciális first elem, és akkor felveszünk valamilyen értékeket. 4, 7, 10, 5, és akkor az utolsó. És mondjuk a 10-est szeretnénk kitörölni, akkor azt szeretnénk, hogy a törlés után legyen ez az állapot. Hogy a 10-es már nincs benne. Megtaláltuk a 10-est, tehát itt a 46-os sornál akkor tart a programnak a végrehajtása, ha megtaláltuk a 10-est. A current az pont a 10-es láncszemre mutat. Mit kell csinálnunk? A 7-es, ami előtte volt, az igazából eddig a 10-esre mutatott, de most már az 5-ösre kéne, hogy mutasson. Az 5-ösnek az előzője az eddig a 10-esre mutatott, de utána az 5-ös az már a 10-es előttire kell, hogy mutasson, a 7-esre. És a 10-es az pedig lényegében ki van törölve, tehát hogyha ki van láncolva, nincsen már benne a listában, akkor senki sem mutat rá, akkor ezt majd a garbage collector fel fogja szabadítani ezt a memória területet. Tehát át kell állítgatnunk lényegében ezeket. Most először is felveszek egy olyat itt, hogy link previous, és az nem más, mint a current.getPrevious, illetve felveszek egy olyat, hogy next, current.getNext. Ezzel lényegében lekérdeztem itt ugye a 7-est, itt meg az 5-öst. Jó, ide is kommentelem most átmenetileg. Illetve a current az most a 10-esre mutat. Jó? És akkor mit kell csinálnunk? Azt kell csinálnunk, hogy a previous-nek a next-jét azt át kell állítani a next-re. Tehát lényegében a 7-est, azt átállítjuk, hogy a 7-es után az 5-ös következik, akkor a next-nek a previous elemét át kell állítani a previous-re, vagyis a next az az 5-ös elem, ami a 10-es mögött volt, az 5-ösnek az előző eleme, azzal rá kell mutatnunk a 7-esre. Igazából ezzel kész is vagyunk szerintem. Azt gondolom, hogy ennyit kellett csinálnunk. És ezzel akkor kitöröltük a megfelelő elemet. Még arra kell figyelnünk, hogy utána lépünk tovább. Tehát mi van akkor, ha több 10-es van, akár egymás után? Akkor is azt szeretnénk, hogy a törlés után ez legyen az állapot. De ezt csinálja ez az algoritmus, nézzük meg. Tehát megtaláltuk az első 10-est, kiláncoltuk igazából. Current az még mindig a 10-esre mutat, és akkor azzal lépünk annak a next-jére, akkor rálépünk itt a következő 10-esre. Hogyha ez még nem a határon van, és ez is megegyezik, akkor a következő körbe bejövünk ide, és akkor itt lekérdezzük az előzőt, ami most már ugye a törlésnek van egy olyan lépése, amikor az első 10-es már kitörölte, a másodikat még nem, tehát most ez a helyzet. És most ennek fényében ugye rálépett a 10-esre, bejöttünk ide, a previous az megint a 7-es lesz, a next az pedig az 5-ös, és akkor kiláncolja. Szerintem jól fog működni. Én azt gondolom, hogy igen, ez itt nem kell semmi speciálisat csinálnunk. A törlés az így néz ki. És akkor van még a get elements string, amit megint egy string builderrel. String representation egyenlő new string builder. String representation pont to string. És akkor itt is annyit kell csinálnunk igazából, hogy a currentről elindulunk, tehát felveszem a currentet, ami nem más, mint a first.getNext, és amíg nem érünk a határhoz, addig azt csináljuk, hogy string representation pont append. Ugye egyrészt lesz ez a szeparátornak a hozzáfűzése, másrészt lesz a current
linkben lévő értéknek a hozzáfűzése. És ezt nem szeretnénk hozzáfűzni a legelső elem elé, tehát ezt egy if-hez kötöm, ha a current az nem egyenlő a first.getNext-tel, akkor hozzáfűzöm minden elem elé ezt a jelet. És talán ezzel meg is oldottuk a kiíratást. Jó, tehát viszonylag rövid lett mindegyik metódus, ilyen pár sorosak. Ideje kipróbálnunk, hogy ez működik-e. Menjünk vissza akkor a mainbe. És akkor most, ez is az intlist interfészre fog illeszkedni, de most akkor a doubly linked listet használjuk. Létrehozok egy doubly linked listet. Hozzáadom a 42-t, 8-at, 42-t, 32-t, stb. Egyenlőre nézzük meg, hogy ha ezeket hozzáadom, és utána kilistázom, akkor mit ír ki? Semmit, sőt, java heap space, aha, valami végtelen ciklusba sikerült kerülni. Oké. Akkor valamit nem jól sikerült megvalósítani a láncolásnál. Jó, na hát akkor ideje debugolni. Menjünk be akkor a doubly linked listbe, és akkor az add metódus, ugye ez az, amit először meghívunk, úgyhogy ide berakok egy debug pontot, és akkor a main-t azt sima F11-jel indítom el. Tehát először is a 42-t be fogjuk szúrni. Ugye itt látszik, hogy a number a 42, amit be szeretnénk szúrni. Megnézzük, hogy benne van-e a listában. Azt is kidebuggolom, hogyha F5-tel lépek bele. Meg akarjuk nézni, hogy a listában benne van-e a 42. Hogy néz ki a listánk? Van egy first, meg egy last elem. A first az mutat egy következő elemre, ami a last. A last az pedig a previous-szel mutat az első elemre. Jó, tehát ez most ilyen nagyon egyszerű. Igen, akkor a first.getNext-en rögtön rámutatunk a last-ra, megnézzük, hogy az határ. Amíg az nem határa mutat a current, addig lépünk tovább, de ez határa mutat, úgyhogy szerintem ki fog lépni. Ki is lépett, visszatér azzal, hogy false. Az isAlreadyInList, az false-szal tért vissza. Létrehozzuk az új láncszem objektumot a number-rel, a 42-vel. Beállítjuk az előzőt a first-re. Igen. Tehát itt történik az, hogy a first meg a last közé be akarjuk szúrni a 42-es linket, ez a new link nevű objektum. És most a new linknek az előzője az rámutat a first-re. Szuper. A next-je az rámutat arra, aha, na itt a hiba. Itt a hiba, azzal meg rámutat a first-nek a get next-jére, de mivel az előző... Nem, ez nem gond, ez nem gond. Tehát itt a saját previous-ét állítottuk be. Jó, az úgy rendben van. És a first-nek a getNext-jére ráállítjuk a next-et. Ez is jónak tűnik. Igen, és akkor most, ami eddig volt a first getNext, tehát ami a first után közvetlenül következett elem, annak az előző láncszemét ráállítjuk erre az újonnan létrehozott linkre. Ez is jónak tűnik. És a first-nek a next-jét utána átállítjuk a new linkre. Ez is jónak tűnik igazából. 42-t hozzáadtuk, ez szuper. Akkor most megpróbálom úgy, lehet, hogy jól működik akkor, megpróbálom itt innen léptetni. Jó, tehát 8, 42, 32, tehát úgy tűnik a hozzáadás az működik. Akkor ideje kidebuggolnunk a getElementes stringet. Nézzük meg, stringbuildert létrehozzuk, felvesszük a... De meg is nézhetjük most, hogy épül fel ez a láncolat. Tehát van a first, és a first mutat a next-re, az is egy next-re, az is egy next-re. Látszik, hogy a bound az false, 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 tehát ez egyik se a határ még. Itt vannak az elemek, és itt van a bound, tehát ez itt az utolsó láncszemünk. Jó, de addig viszont itt vannak a köztes láncszemek, és a köztes láncszemekben milyen értékek vannak. Az legelső az ugye nulla, mert hogy ez a sarok elem. Utána van egy 42, utána van egy 73, 42, 17, 32, 42, 8, 42, és az utolsó elem. Tehát úgy tűnik, hogy jól fel van fűzve. Igen, és már látom is, hogy mi a probléma. Elfelejtettem a léptetést beírni ide. Tehát a currentet beállítom a
első speciális elem utáni elemre, és aztán sose léptetem, és akkor végtelenségig ez a ciklus elkezdi hozzáfűzni ezt a stringes reprezentációhoz. Jó. Hát akkor ezt javítsuk is. Jó, tehát visszamegyek Java perspektívára, és akkor itt a léptetést azt nem szabad kihagyni. Current egyenlő current.getNext. Ez abszolút hiányzott innen. Na nézzük meg akkor így, hogy a main működik-e. Így már zseniális, tehát kiírta ezeket a számokat. Itt is hátulról olvas van, hogyha nézzük, akkor 42, 8, 42, 32, 17, 42, 73, 42, tehát tényleg beszúrta az elemeket. A beszúrás és a lekérdezés működik, nézzük meg, hogy a delete működik-e. Igen, tehát a 42-esek így eltűntek az összes, és megmaradt a 8, 32, 17, 73. És akkor nézzük meg, hogy a contains-el, ha lekérjük a 42, 73-at, az működik-e. False és true, 42-t kitöröltük az összeset, úgyhogy az false. 73 az viszont még benne van, úgyhogy az true. Tehát úgy tűnik, hogy sikeresen megvalósítottunk a duplán láncolt listát, ami megvalósítja az int list interfészt. Jó, tehát ez egy lehetséges megvalósítás, egy ilyen 60 sornyi kód, illetve mondjuk a lánc objektummal együtt, itt is van egy 40 sornyi kód nagyjából, de igazából ez egy nagyon egyszerű osztály, ebben nincs túl sok logika. Jó, tehát ezzel akkor kész is vagyunk, a második házi feladatot is elkészítettük. Nézzük meg a harmadik házi feladatot, ordered doubly linked list. Tehát ez olyan, mint a doubly linked list, csak rendezve tárolja az elemeit. Jó. Akkor a doubly linked listből fogok kiindulni. Igazából itt most megpróbálom azt is, hogy leszármaztatom az ordered doubly linked listet a doubly linked listből. Próbáljuk ki ezt is, hogy ez hogy lehet gyakorlásképp. Jó, tehát order doubly linked list, és ez extendálja a doubly linked listet. És mivel a doubly linked list az pedig megvalósítja az int list interfészt, ezért igazából az ordered doubly linked list is megvalósítja az int list interfészt. Ezt nem kell külön ide kiírni, bár kiírhatnánk, hogy implements int list, de teljességgel fölösleges. Most, hogyha így leszármaztatjuk, akkor ez még ugyanazt tudja, az order doubly linked list, mint a doubly linked list. Attól lesz ez rendezett, hogy vagy a kiíratásnál sorba rakjuk az elemeket, de sokkal inkább a beszúrásnál. Szóval én most azt fogom mondani, hogy a beszúrást, azt override-oljuk, az ősosztályból az add metódust, azt override-oljuk. Minden mást azt ugye megörököl egy az egyben. De ez nem úgy fog működni, hogy meghívjuk az ősosztályban lévő változatot, hisz az mindig a legelső helyre szúrja be, hanem itt újra megvalósítom az add műveletet, de úgy, hogy tartson egy sorrendet, egy növekvő sorrendet. Szóval igazából itt a beszúrás az annyiban fog különbözni, hogy meg kell keresnünk a helyet, ahova beszúrjuk. Tehát itt lesz egy olyan, hogy current egyenlő first.getNext. Igen, na most itt abban a problémában ütköztem, hogy ugye igazából, amikor írtuk a doubly linked listet, akkor nem arra készültünk, hogy ez ki lesz terjesztve, nem arra készítettük fel, hogy ezt majd valaki leszármaztatja, és akkor kiegészíti, és ezért a first, tehát a legelső mesterséges láncszemre mutató referencia, az nem látszik. The field first is not visible. Ezt úgy tudjuk kijavítani, hogy azt mondjuk, hogy ez protected. Jó, tehát az protected azt jelenti, hogy a leszármazottból is látszódik, meg mellékesen ugyanebben a package-ben lévő osztályokból is látszódik, de ez most mindegy. Minden esetre a leszármazottból, még hogyha az egy másik package-ben is van, bár most ugyanabban van, ugyanabban a package-ben van a doubly linked list, meg az order doubly linked list, úgyhogy most már látszódik a first elem. És akkor itt egy while ciklussal megint meg kell nézni, hogy amíg a current is bound, tehát amíg nem értük el a végét a legutolsó láncszemet, addig léptetjük, tehát current egyenlő current.getNext. Lépünk a következőre, és meg kell vizsgálnunk, hogy megtaláltuk-e a megfelelő beszúrási pontot. És megpróbálom ezt talán belefogalmazni ide, hogy amíg nem értünk el a legvégére, és amíg a currentben lévő
érték az valamilyen relációban áll a numberrel. Most itt azt írom mondjuk, hogy kisebb, de ezt megint meg kell fontolnom. Én le is rajzolom. Tehát van a first, meg van a last elem, és akkor itt közben vannak egyéb elemeink. 1, 7, 14, 20, 50. Ugye ezek már eddig is rendezve, hogyha feltételezzük, hogy eddig is rendezve szúródtak be, és akkor most be akarjuk szűrni a 15-öt. Tehát ezután az állapot után azt szeretnénk, hogy itt a 15 is jelen legyen. Akkor meg kell keresnünk a 15-nek a helyét. Hogy tudjuk ezt detektálni? Ugye ezzel a while ciklussal addig lépünk a következő elemre, amíg el nem érjük a last-ot. Ugye ez azt vizsgálja, hogy az utolsó elemet elértük-e, mert csak a last-nál lesz az isbound true. Vagy meg nem találtuk a beszúrási helyet. Ugye mikor kell tovább lépnünk? Akkor kell tovább lépnünk, hogyha a 15, amit be akarunk szúrni, az nagyobb, mint a current elem. Tehát ugye ez a current, akkor az 1-nél nagyobb a 15, tehát tovább kell mennünk. Itt is tovább kell mennünk, és amikor 20-ra lép, akkor meg kell állnunk, az lesz a beszúrási pont. A 20 meg a 15-nek ugye az a viszonya, hogy a 15-öt akarjuk beszúrni, ez az első olyan helyzet, amikor a current-ben lévő value az nagyobb, mint a number, amit be akarunk szúrni. Ugye itt a kilépési feltételt kell megfogalmaznunk, tehát ha úgy tetszik, akkor bemaradási feltétel, tehát amíg ez igaz, ez a kijelölt feltétel, addig lépünk a következő elemre, akkor kell a következőre lépnünk, ha még nem vagyunk a lista végén, és az a szám, amit mi be akarunk szúrni, az kisebb, mint az, amelyiknél aktuálisan tartunk. Tehát amikor még itt tartunk, akkor még lépnünk kell a következőre. És akkor így eljutottunk, a current helyi változót elléptettük egy olyan láncszemig, vagy a legutolsóig, vagy egy olyan köztesig, ahova be kell szúrnunk. Igazából a 20-asig léptettük el, amikor a 15-öt akarjuk beszúrni. Tehát a current az most a 20-ra fog mutatni. Mit kell csinálnunk? Létre kell hozni egy új láncobjektumot mindenképp, ami tartalmazza azt a számot, amit be akarunk szúrni. Ez kétség nem fér, tehát kell egy 15-ös láncszem. A current az a 20-ra mutat. A 20-nak az előzője az a 14-re mutat, a 14-nek a következője az a 20-ra mutat, és most azt kéne elérnünk, hogy a 15, amit újonnan beszúrunk, az mutasson a 14-re, az előzője, a következője a 20-ra, a 20-nak az előzője a 15-re, a 14-nek a következője pedig a 15-re. Úgyhogy ezt megpróbálom most itt megírni. Biztos, hogy lesz egy olyan, hogy newlink.setPrevious, és biztos, hogy lesz olyan, hogy newlink.setNext, mert ezeket be kell állítanunk, ezeket a láncolatokat. Igen, és akkor hogy is tudnám ezt megtenni? Ugye a current az a 20-asra mutat, tehát a igazából a setNext current az rendben van. A 15-öst, tehát a new linknek az előzője, az a 14-es kell, hogy legyen. Az nem más, mint a currentnek a previous-e. Azt arra állítjuk be, a new linknek a next-jét ezt a currentre, ezek meg is vannak, de a current.previous-t, amit egyébként letárolok itt egy olyanba, hogy previous, és akkor tudok itt rá hivatkozni, csak simán, úgyhogy previous. És akkor mondhatom azt, hogy previous, tehát ez az, ami a current előtt volt, tehát a 20-as előtt, ami eredetileg a 20-as előtt van, az ugye a 14-es, annak a next-jét, azt rá kell állítanunk a new linkre, és a current-et, tehát ahova eljutottunk a 20-asig, annak pedig az előzőjét, a set previous kell beállítanunk a new linkre. Megint megtörtént ez a négy láncolás itt, és ezzel az új elemet, a 15-öset beszúrtuk, beláncoltuk igazából két irányba, a 14-es és a 20-as közé. Jó, és akkor még itt annyi volt, hogy igen, vissza kell térnünk ugye azzal, hogy már volt-e ilyen elemünk. Boolean is already in list egyenlő contains number,
És akkor vissza kell térnünk azzal, hogy return nem is already in list. Jó, és az összes többi művelet, a get elements as string, illetve a delete, az ugyanúgy működik, mint eddig. Azt megörököljük a doubly linked list osztályból, szóval azzal nem kell törődnünk. Mi csak az add műveletet definiáltuk újra. Ugye override-oltuk a duplán láncolt listában lévő add metódust, és egy új megvalósítását biztosítottuk itt. Na nézzük meg, hogy ez akkor működik-e. Menjünk vissza a mainbe, és akkor most a doubly linked list helyett ordered doubly linked listet hozok létre. És nézzük meg akkor, hogy ugyanezek a műveletek mennek-e. Beszúrtuk az elemeket. Rendezve vannak, csökkenő sorrendbe. Ugye a beszúrást azt mindig elé csináljuk. Tehát megkeressük a helyét, ahova be kell szúrni, és az adott pozíció elé szúrjuk be. Igen, tehát emiatt ugye fordított lesz a sorrend. Most azon gondolkozok, hogy hogy lehetne ezt megfordítani. Tehát ugye azt szeretném, hogy ez, hogyha a first-től bejárom az elemeket, akkor azok úgy legyenek növekvő sorrendben. Akkor mit kell tennem? Valamit ezen az add metóduson akkor módosítanom kell. Ugye mi is történik? Tehát megkerestük, elindulunk a first get next-től, megkeressük a beszúrási helyet, létrehozzuk az új link objektumot, és oda beláncoljuk. Igen, és akkor a kiíratás, az meg ugye megöröklődik a doubly linked listből. Ez maga a kiíratás. Itt is ugye a first-től megyünk, és akkor kiíratjuk. Aha. Mondjuk a kiíratásnál tudunk olyat csinálni, hogy a last-tól indulunk. Last-nak a previous-éra. És amíg nincs határ, és nem is az utolsónál, utolsó előttinél tartunk, akkor hozzáfűzzük ezt. Igen, és akkor visszafele lépkedünk. Így. Tehát trükkös voltam, mert most azt csináltam, hogy bár mindig az elejére szúrjuk be majd az elemeket, és egy picit írjuk vissza ezt csimára, doubly linked listre, duplán láncolt listára. Most már annál is az van, hogy amilyen sorrendbe beszúrom őket, 42, 8, 42, olyan sorrendbe jelennek meg, mert ugye mindig a lista elejére pakolom az elemeket, de a lista hátuljáról iratom őket ki, mert ugye duplán láncolt, úgyhogy megtehetem ezt. És az ordered doubly linked listnél is most már akkor a növekvő sorrendet fogom itt látni. Illetve az is látszik, hogy a törlés után a 42 ugye eltűnt, tehát helyes a törlés, és megnézzük, hogy 42-t tartalmazza-e, az hamis, 73-at tartalmazza-e, az viszont true. Tehát sikerült megvalósítanunk akkor az ordered doubly linked listet is. Jó. Ezek voltak igazából a házi feladatok, és ez az, amit szerettem volna megnézni a mai részben. De nézzük meg, hogy egy házi feladatot adnék megint, hogy lehetne még, hogy mi az, amit még hasznos megnéznünk. Mi az, amivel jól tudnánk egyrészt az objektumorientált programozásnak az elveit gyakorolni. Másrészt, hogyha esetleg felvételi interjúkra készülsz, adott pozíciókat már megpályáznál, előszeretettel adnak ilyen láncolt listás feladatot. És itt van ennek egy ilyen harmadik változata, ami egy ilyen tömb alapú láncolt lista. Vagy hát igazából nem láncolt lista, az egy tömb alapú lista. És a házi feladat az az, hogy egy ilyen tömb alapú, dinamikusan növekvő lista megvalósítást hoz létre. Jó? Tehát ez. Ez a lényege. Legyen a neve Array-based list. Az Array-based list osztály valósítsa meg az int list interface-t. És annak mindegyik metódusát.
és annak mindegyik abstrakt metódusát. Igen. Jó, de mire kell itt gondolni? Ugye a tömböket azt már megnéztük korábban, de azok egy eléggé ilyen szigorú és eléggé rugalmatlan adatstruktúrák, a tömbök, mert amikor létrehozzuk őket, akkor meg kell adnunk a méretét. Én most azt szeretném, hogyha lenne egy ilyen array-based list nevű osztály, amit ti írtok meg, és ez, amikor létrehozzuk, akkor az add metódussal tetszőlegesen adhatunk hozzá elemeket. Ezeket ő belsőleg egy tömbben tárolja, de ez a tömb ezt kezdetben legyen valamilyen tetszőleges méretű, de ne legyen túl nagy. Tehát ilyen 5 vagy 10 vagy 20 méretű legyen mondjuk. És ebbe a tömbbe pakolja bele az elemeket, és követi azt is, hogy hány elemet raktunk bele, tehát a méretét is követi. Ha létrehozok egy array-based listet, akkor alapból a mérete az nulla, és ha meghívom háromszor az add metódust, akkor onnantól kezdve viszont már 3 lesz a mérete. És ő követi, hogy ebben a tömbben letárolja az elemeket, és hogy a tömbbe hol tárolja, melyik részén tárolja a hasznos elemeket. Ha megtelik ez a mondjuk 10 elemi tömb, amit alapból létrehoztunk, akkor hozzon létre egy új tömböt belsőleg, a régi tömbből másolja át az elemeket az új tömbbe, és nyilván az új tömb az legyen nagyobb, és akkor a régiből átmásolja az elemeket, és a régit azt pedig eldobhatja igazából. Jó, tehát az add művelet az figyelje azt is, hogy belefér-e még ebbe a tömbbe a következő elem, ha nem, akkor egy ilyen átméretezést eljátszik. Illetve a törlésműveletnél is legyen egy olyan, hogyha töröljük az elemeket, tehát most már 1000 elemet beszúrtunk, és törölgetjük, és a törlésnél azt látjuk, hogy már 500-nál kevesebb elemünk van, de a tömbnek a mérete, ez a belső tömb mérete, ez 1000, tehát legalább a több mint a fele nincs kihasználva, akkor csökkentsük le a méretét, tehát tudjon csökkenni is, hogy ne használjon túl sok felesleges memóriát. Jó, tehát ez lenne a következő. Légy szíves, hozzatok létre itt a list package alatt egy olyat, hogy array-based list, és abban a package-ben akkor ezt az array-based list osztályt valósítsátok meg, ami pedig valósítsa meg az int-list interfészt, és akkor ennek mind a 4 metódusát írjátok meg. Jó, várom megoldásaitokat e-mailben, megtaláljátok az elérhetőségemet itt a videó alatti leírásban, nagyon szívesen ránézek a megoldásaitokra, és adok visszajelzést, és jövő héten együtt is megnézzük, hogy lehet ezt megvalósítani. És ezzel a mai rész végéhez értünk. Köszönöm figyelmed! Mint mindig várom kérdéseidet és észrevételeidet a mai résszel kapcsolatban is, a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek, oszd meg! Ha lemaradtál volna az előző heti részről, akkor ezt itt tekintheted meg, szintén a láncolt listának a műveleteit néztük meg, illetve hogy lehet egy rendezett láncolt listát felépíteni. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.